A Kantémusz kórus előadásával kezdődött tavaly novemberben a megyei Prima díjkiosztó. 10. alkalommal rendezte meg a Vállalkozók és Munkaadók Országos Szövetségének megyei szervezete. A régió elnök az elmúlt 5 év legfontosabb eredményének azt tartja, hogy sikerült megismertetni a szervezetet a közvéleménnyel. Bekerültünk a köztudatba, számítanak a véleményünkre nagyon sok fórumon, nagyon sok szinten, beleértve a megyei vezetést, a város vezetését, az egyéb érdekvédelmi szervezetet, a kamarával való kapcsolatunk építését. Tehát ezek a kapcsolatok épültek és erősödtek. Kis szerelők készülnek a nyíregyházi legógyárban. Nem csak játék, hanem valódi dolgozókra is szükség van a megyében. A felmérések szerint szakképzett munkaerőből hiány van. Dávid Ferenc, a VOSZ főtitkára azt mondta a Kölcsei Televíziónak, hogy a munkára jutó adóterheket kell csökkenteni ahhoz, hogy a jól képzett fiatalokat meg tudják tartani a hazai vállalkozások. 100 forint bruttó bér a munkáltatónak 128,5 forintjába kerül, a munkavállaló meg megkap belőle 66 és felett. Ezt a helyzetet meg kell szüntetni, és azt gondoljuk, hogy miután most tavasszal elindul a 2017. évre vonatkozó adójárulék költségvetés bértárgyalás, itt kell a vállalkozóknak, a munkaadóknak, a VOSZ által képviselt körnek hangsúlyosan elmondani, hogy a vállalkozói élőmunkaterheket érdemi módon csökkenteni kell. Ellenvetős. Ellenszavazat nélkül választották meg a VOSZ megyei elnökévé Comba Csabát. A régi új elnök legfontosabb feladatának azt tartja, hogy segítse a vállalkozásokat az uniós források felhasználásában. Minél több feladatot tudjunk a vállalkozók részére, munkát, tehát ez a feladat nálunk, szerezni, lehetőség szerint megyei szinten is. Minden szakmában vannak kiváló vállalkozásaink, akik az fejlesztési tervekben, kivitelezésekben részt tudnak venni. Ez az egyik. A másik pedig a tagépítést tartjuk nagyon fontosnak, hogy növekedjen a beágyazottságunk a társadalomban és a vállalkozó rétegben. A küldött gyűlésen 4 országos küldöttet is megválasztott a testület.